Sziasztok! Egy nappal vagyunk azután, hogy bemutattam a hőszigetelést, és egy nappal azután, hogy próbafűtéseket is végrehajtottam, szeretném megmutatni, hogy milyen hatékony dologról is beszélünk. Ugye itt talán láthatjátok, 17 fok van a műhelyben, ez nagyjából egy ilyen állandó hőmérséklet így a téli időszakban, bent pedig ugye a víz, amivel eddig a próbafűtéseket végeztem, és mindjárt megnézzük, hogy egy nappal azután, hogy lekapcsoltam a gázfűtést, mégis hány fokos a víz bent az üstön belül. Nagyjából 50 liter vizet melegítettem fel 85 fokos hőmérsékletre, ezzel szimulálva azt, hogy milyen az, amikor ugye az előpárlatig a felfűtési idő hogyan telik, hogyan alakul. És mint láthatjátok, olyan 44,7 fokos a víz még most is, tehát közel egy teljes nappal, 24 órával azután, hogy lekapcsoltam a fűtést. Tehát 24 óra alatt nagyjából olyan 40 fokot hűlt, tehát óránként alig 2 fok, kevesebb mint 2 fok a hőveszteség így a leszigetelt üstön keresztül. Azt gondolom, hogy ez nem egy rossz érték, egyáltalán nem egy rossz érték. Ha más nem, hát ezért érdemes már a hőszigeteléssel élni. Ugye tegnap nem említettem, de hát nyilvánvaló, hogy nem csak a gáztakarékosság miatt érdemes a szigeteléssel bajlódni, illetve azzal, hogy azért, hogy kevésbé melegítse a környezetünket, hanem azért, mert rengeteg időt lehet spórolni. Egyrészt a felfűtési idővel, hiszen hogyha az üstfalán keresztül kevesebb hőt tud a külvilág számára leadni a rendszer, akkor gyorsabban melegszik fel a cefrénk, illetve két főzés között is kevésbé hűl vissza az üst és az olajtöltet, és ezzel a következő főzés idejét is meg lehet spórolni. Ha egymás után két adagot főzünk le, akkor a második egy sokkal melegebb üsttel indul, tehát annak a felfűtési ideje még kevesebb lesz. Úgyhogy a hőszigeteléssel nagyon sok időt is lehet megtakarítani, és ez volt az egyik elsődleges célja az én fejlesztésemnek is, hiszen ugye a legtöbb munka, amit ezzel a rendszerrel kapcsolatban el szoktam végezni, az arra megy ki, hogy vagy gyorsabban tudjak vele főzni, vagy kényelmesebben. Hát ez ugye ilyen esetben mind a kettőt megtestesíti a hőszigetelés. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, érdemes belevágni, nem sok idő, viszont nagyon sokat lehet vele nyerni.